Már évekkel ezelőtt elkészült itt az útalap. A lakók hozzájárulásával tudták elvégeztetni a munkát. Jogos igény merült fel aztán arra, hogy szilárd burkolatot is kapjon az út. Ezt már tavaly szerette volna megcsináltatni a város, de addig nem lehetett elkezdeni a munkát, amíg a csapadékvíz elvezetést meg nem oldották, mondta a városrész önkormányzati képviselője Imregi Tibor. Úgy nem készítünk útburkolatot, hogy a vízelvezetés ne legyen megoldva, ugyanis ha nincs jó vízelvezetés, az útburkolatok sokkal kevesebb ideig tartanak, hamarabb tönkre mennek. Tavaly a rossz idő beálltával már nem lehetett befejezni a munkálatokat, de viszont most, hogy a jó idő jött, most nekifogtunk, most éppenséggel a vízelvezetés, a vízelvezető árkoknak és a csatornáknak a készítése van, vagy azoknak a mélyítése, burkolása van, és természetesen, hogy hevvel megvagyunk, akkor jön az aszfalt burkolat is. A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló programján nyert még tavaly a város forrást, összesen 70 millió forintot. Ebből tudják elvégeztetni most a munkát. A 15 érintett utca között van tehát a Sáfrány és a Molnár köz is. Vízelvezetéshez meg útburkolathoz, tehát azt mondom, hogy nincs az a pénz, amit nem lehetne elkölteni. Természetesen vannak a körzetemben erre még olyanok, mint például a Csolnak utca és az azt mellettük lévő vagy köztes utcánk, amiknek még vannak olyanok, ahol már elkészült tavaly évben a útalap, ahova majd most útburkolat van, még van néhány pici szakasz akasztószélen, ahova útburkolatot szeretnénk, természetesen folyamatosan haladunk ezekkel az utcákkal is. Imregi Tibor úgy fogalmazott, nyilván az lenne az ideális, ha nem lennének földes utcák a városban. Igyekezni fognak, hogy minél több támogatást tudjanak igénybe venni a munkákra.